Mai témáink. Brüsszelben azon mesterkednek, hogy ide szállítsák és betelepítsék az idegeneket, mondta Orbán Viktor múzeumkerti ünnepi beszédében. A miniszterelnök szerint az a cél, hogy felszámolják a független nemzetállamokat. Az ellenzék szerint viszont éppen Orbán az, aki a szabadság útjában áll. A nap eseményeit Keri Lászlóval elemezzük. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket mától hosszabban, megújulva, lendületet kapva, egészen a 19-21 órás híradóig tart az egyenes beszéd 19-25-től. Hosszabbak vagyunk, témánk is van bőven, nem csak március 15-én, hanem így volt ez az elmúlt hetekben, hónapokban, és arra számítunk, hogy így lesz ez a jövőben is. Úgyhogy még nagyobb szeretettel és reményeim szerint érdeklődéssel tudom Önöket, vagy érdeklődést kiváltva tudom Önöket a képernyő elé ültetni. Ma március 15-i ünnepségeken egy talán furcsa kettőséget is láthattak Önök, de ezt majd mindjárt első vendégem el fogja mondani, hogy jó-e az érzésünk, vagy pedig érzéki csalódásról beszélünk. Akkor, amikor mondjuk az állami ünnepséget láttuk, vagy az ott elhangzott beszédet figyeltük, és akkor, amikor délután a tiltakozók által elmondott szöveget hallottuk és figyeltük. Délelőtt a múzeumkertben Orbán Viktor miniszterelnök szembenállásról beszélt, gyakorlatilag harcba hívott, vészharangot emlegetett, ellenállást, szembenállást, ahogy az imént említettem, elsősorban Brüsszelben és valami rejtélyes háttér erőkkel, amely erők az idegeneket, a menekülőket akarják betelepíteni ebben az országban, és ahogy fogalmazott a miniszterelnök, egy idő után már mi szolgáljuk őket a saját hazánkban. Keri László a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Hogy két Magyarországot láttunk-e, nem tudom, de hogy két különböző érzést vagy érzelmeket korbácsolhatott fel a két esemény a nézőkben, az eseményeket figyelőkben, az egészen biztos. Miről szólt a miniszterelnöki beszéd? Kiknek szólt, miről szólt? Gyorsan a felvezetésével egyetértve elintézném azt, hogy ennyire két Magyarországot nagyon rég láttunk. Az egyiket, amiről mindjárt beszélni fogunk a délelőtt itt a miniszterelnöki múzeum körúti múzeum előtti Magyarországot, azt már látjuk 6 éve minden áldott nap. Néha kiemelkedő, kitüntetett pillanatokon látjuk a maga teljes pőre valóságában és nevetségességében ez történt ma. A másik Magyarország, gondolom arról is hosszan fogunk beszélni, az ilyen erővel, ilyen drámai módon és ilyen mondjuk még azt is merném mondani, hogy sok hatás keltő módon, fordulatot ígérő módon nem nagyon látszott nagyon-nagyon régóta. Már próbáltam visszaemlékezni, hogy mikor 89-ben voltak ilyen élményeim utoljára, hogy a tömeg és a frissen előkerültek, akikről eddig nem tudtunk a politikai életbe, azok valami egész más ígéretet hordoznak magunkba. De hogyha jól értettem, akkor először beszéljünk a múzeumkörútról. Igen, haladjunk idő rendi sorrendben is. Viszont, hogyha már ezt a kettőséget említettem, hogy feldobtam a labdát, akkor pár héttel ezelőtt, amikor a pedagógusok tiltakozása, az a bizonyos esernyős tüntetés volt, ugye akkor is beszéltem Önnel, és akkor is annak a megmozdulásnak a jelentőségéről beszélt Ön. Ma viszont én úgy éreztem, hogy volt egy kontraszt. Különösképpen nagy volt a két esemény, a két elhangzott beszéd közötti különbség, és azért mondtam, mint a másik Magyarország, tehát mint egészen mások lennének a problémák a miniszterelnök értelmezésében, és a tüntető pedagógusok, és nem csak pedagógusok értelmezésében, nem? Hát akkor elmondta az én véleményemet, de akkor megpróbálom más szavakkal elmondani, meg esetleg folyamatszerűen, hogy akkor a februári vasárnapon kellett fantázia hozzá, hogy mögé gondoljam, hogy vajon ugyanebben az időben, ugyanebben az országban mit gondolhatnak a hatalomgyakorlók. Ma ezt a fantáziát nem kellett működtetni, egyszerűen meg kellett hallgatni. A két esemény között 3,5 óra, 4 óra telt el, míg az aranyhal társadalomnak is van ilyen erős memória képessége, hogy össze tudja hasonlítani a kettőt, és tényleg egészen elképesztő, hogy a nyelv az ugyanaz, tehát lehetett látni, hallani, hogy mind a két helyen magyarul beszélnek, de hogy ugyanabban a világban éltek volna, és akkor maradjunk egy kicsit Orbán Viktornál, hogy abban a világban egy nagy világméretű összeesküvésnek vagyunk a részesei, itt van egy egész egységes, vagy egységesnek tétel
elkötelezett nép, mert ugye állandóan visszatért, hogy hát azzal a fenyegető veszélye szemben, ami mindjárt ránk szakad, ugye soha nem konkretizálódik, hogy akkor ez micsoda, mekkora, hogy és mi a veszély, de hát ebbe pont ez a pláne, hogy annál félelmetesebb, minél kevesebb konkrétumot tudok róla mondani, és ezzel szemben áll egységesen egy nép, ez nem újdonság. Ha megnézik 2016 Orbáni reprezentatív beszédeit, kezdjük a várbazárra, aztán folytathatjuk a parlamenti nyitó alkalommal kért rendkívüli megszólalás lehetőségét, majd rá egy-két napra a nagykövetek előtt elmondott beszéde. Tehát itt most tulajdonképpen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 4 héten belül ugyanezt az agyvaságot négyszer is hallhattuk kitüntetett alkalmakkor, de nem lettünk okosabbak. Ugyanazt a veszélyt halljuk, ugyanazt, hogy erre a kis hazára rátörnek. Talán annyival másabb volt, bár mondjuk a várbazárnál is volt ilyen historizálási kísérlet, hogy a másfél évszázadba belerakni. Nem is értem, miért szerénykedik. Hát ő most már igazán mérhetné magát 2000 éve kezdhetni az ural, a Hantimansikkal ezt az egészet, hogy illeszkedik bele, és akkor is ő lenne a koronája a magyar történelemnek. Szóval ez a fajta siletlenkedés, hogy historizálással váltom ki a konkrétumok hiányát, meg a valós politikai alternatíváknak a hiányát, meg hogy nem tudok erről igazán semmit mondani, de annyira szeretném, hogyha mindannyian mögöttem lennétek, és támogatnátok abba, és mindenféle felhatalmazást megadnátok abba. Hát ez az, hogy ez nem derül ki, csak az a fontos, hogy állandóan hecceljem az országot a félelmetes, nagyméretű, egyre növekvő veszélyeket jelentő idegenekkel, és azt mondja, ami nekem a legkevésbé tetszett ebben, hogy nem szabad erről beszélni, hogy tilos erről beszélni. Hát, drága Viktor, másról sem beszélsz most már másfél éve. Mi hát az, hogy nem szabad beszélni? Hát más sem, mondasz, csak ezt mondod. A szólásszabadságot ugye szabadság ünnepén, mint a Brüsszel neki Brüsszelbe. Ott is elmondta ezt néhányszor, itt is elmondta neki néhányszor. Egy gondolatot szeretnék idézni a miniszterelnök beszédből önnek is és a nézőknek is, mert hogy lehet, hogy ez a dolognak a kulcsa, lehet, hogy ez mindent meg is magyaráz. Így szól ez az idézet. Együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség. Vagy együtt, vagy sehogy. Ma ez a törvény. Tehát gyakorlatilag igen, ez akkor egy ilyen csapatépítő, összerázó beszéd volt? Igen, ez is egy ultimátum volt, majd ma még ez a szó többször is előkerül. Igen, hát folytatja ugyanazt a kampányhadjáratot, amit most már jó ideje láthatunk. Ha volt új elem, akkor az, hogy a március 15-ét összekapcsolta a 48-al, 56-tal, tehát ahogy akkor a németek ellen, most az oroszok ellen, most Brüsszel ellen kell vinni, és én már annyira utálom ezt már önén, szerintem az elmúlt években annyiszor mondtam, hogy hát azért valaki szóljon már neki, hogyha onnan tarház, fiacskám, hogyha az országot abból tartott föl, abban a pénzből, mert nincs más pénz. Minden egyéb pénzt elraktatok. Minden forrást elosztottál a haverjaid között. Ez az ország 6. éve a brüsszeli pénzből él. Ha az nincsen, nem lenne nulla növekedés sem Magyarországon, akkor nem olyan nagyon ízléses ezt a Brüsszelt ünnepi alkalmakon megtenni, és egybemosni az egykori Habsburg császársággal, az egykori orosz birodalommal. Tehát egyszerűen ez politikai ízlés kérdése is, hogy ne foglalatoskodjon már történelme az, aki látható módon elemi szinten sem képes eligazodni a történelmi példázatok között, még akkor sem, hogyha a mai nap neki arra teremtett alkalmat, hogy az egekbe transformálja a saját maga kampány mondani valóját, mert hát Orbán Viktornak nincs más mondani valója másfél éve, mert vagy bedumálták neki, és úgy látszott, hogy bejött, mert tavaly bejött. Minden problémát lesöpört vele. Hogy még egyszer bejön-e, ahhoz egyrészt kellenek majd a migránsok. Ezt ne zárjuk ki, mert elképzelhető. De hogy azt is néha itt elmondja, hogy csak összeurópai megoldásoknak lenne értelme, de hát a másik mondatával meg ezt az összeurópai megoldást gyalulja állandóan azzal, hogy azt mondja, hogy az ő véleménye szerint a nemzeti bezárkózás lenne a megoldás, tehát akkor nyilván 28 ország zárja be a kaput, csak egy probléma van. Ha 28 ország mind megfogadná Orbán tanácsát, akkor nem csak a migránsoktól zárnánk el magunkat, egymástól is.
és akkor ennek már nem is gondolom végig a következményeit, mert azért olyan nagyon nem szeretném komolyan venni ezt a beszédet, meg az összes Orbán beszédet, semmióta nincs valós tartalma, csak kampánytartalma van, és a saját maga fóbiáját hajtogatja ilyenkor, és traktálja rá a híveire, de azért az nagyon szomorú, hogy ennyire nem tudott újat mondani. Amikor most azt már... mondta, hogy nincs tisztában a történelmi tényekkel, vagy annak a párhuzamoknak az állításával, amelyek történelmi tényekre nyúlnak vissza, nem gondolja, hogy ez tudatos? Tehát nem kell belemenni a részletekbe. Csak egy kicsit megpendítem, hogy mi hős, forradalmár nép vagyunk. Ritkán éltünk ezzel, de amikor éltünk, a világot égettük fel. És most megint az az idő van, amikor nekünk együtt kell mozdulnunk. Egységben az erő, a szanaszét, az meg a gyengeség, ma az a törvény megint, hogy együtt válvetve is harcoljunk. Tehát az ellenségkép az nagyon fontos, hogy meglegyen. Erre minimum három reagálni valóm lenne. Az egyik az, hogy ez egy mérhetetlenül gicses történelmi és nemzetkép. Egy soha nem volt nemzet, soha nem volt történelmét állítja elő ilyenkor, aktuál politikai okokból. Ilyen típusú történelmünk nem volt. Mindegyik komplikált helyzet volt. 48 és 56 és az ampasszan szóba hozott 19 is. Tehát ha valaki történelemből próbál készülni, akkor éppen megtanulhatná azt is. Szóval a történelem nem egy ilyen cseresznyés tál, és most már ezt látom Orbán Viktoron sok éve, hogy hát ez egy érett, ezt úgy kiveszem, ez még nem érett, ez meg már romlott. Tehát úgy itt semmi gézget, ott van, hogy előtte azt hiszi, hogy ott az 1000 év, és akkor belenyúlkálok, és nekem tetsző dolgokat úgy elszopogatom, a magvakat kiköpögetem, szóval nem, nevetséges. Ez lenne az egyik reakciófajta, de hát ezt szerintem mindenki látja, aki nem annyira elvakult hívő, szóval ezen ne is nagyon lovagoljunk. A másik, hogy azért ennek megvan a maga veszélye, mert nem véletlenül ön is erre kapott rá, hogy hát egységben az erő, meg aki ezt megbontja, azért meg van ágyazva itt a hazaárulóknak már, akik nem követik ezt a sületlenséget. A törvény. Ma ez a törvény. Ma ez a törvény. Tehát akkor törvénysértők leszünk, hogyha kiröhögünk téged, mert ilyen zöldségeket mondasz, és azért meg mi végképp kiröhögünk, hogy azt gondoljuk, hogy szerintünk még nem ezek Magyarország alapvető problémái, hanem azok, amikről te súlyosan hallgattál. Most is, meg hallgattál a Várbazárban is, meg a parlamentben is, hogy belelovalja magát, aztán a saját párt elitjét, aztán láthatóan ki is tart mellette még ez a néhány ember Lázártól Kósáig, hogy akik ugyanezeket átveszik, és ilyen, talán nem ilyen lázállapotban mondogatják ugyanezeket, de nekik is tetszik, mert úgy gondolják, hogy a főnöknek igaza van. Ez arra mindenképpen jó, hogy eltakarjuk azokat a súlyos hiányosságokat, amikkel nem tudunk semmit sem kezdeni. Na de ezt pont a mai napon nem lehetett eltakarni. A 10 óra és a délután 3 óra az, mit mondott, aranyhal társadalomban sem állja meg a helyét, hogy mindent elfelejte egy ország ennyi idő alatt. Tehát, hogy azok a problémák, amik aztán délután a Kossuth téren elhangzottak, azokról nem beszélni és azokat nem felismerni, vagy valamilyen választ adni rá, az egyébként hiba, vagy pedig pont ez volt a politikailag remek húzás, hogy felettessük csak el az ünneplő tömeggel, vagy a minket nézőkkel azt, hogy egyébként lesz majd itt délután egy valami elégedetleneknek a sokasága. Ez lett volna a harmadik megközelítésem, hogy hol él ez az ember? Hol élnek azok, akik ilyen beszédet írnak neki? Hol élnek azok, akik ilyenkor utolsó pillanatban nem mondják neki, hogy Viktor, ha már odahűíted a népünket, ha már úgyis minden csatorna háromszor fogja mutatni a beszédetet, akkor legalább legyen már egy bekezdésnyi arról, hogy tisztában vagy azzal, hogy milyen országban élsz, ne csak a magad monomániáit hajtogass. De hát vagy ő esett ki ennyire ebből a világból, nem zárom ki, mert egyre vészesebben szűkül be. Tehát ezért ragaszkodom, én mindig olyanszor önné vagyok, hogy nézzük folyamatában, ha összerakjuk az Orbán beszédeket, akkor inkább ez egy ilyen pszichiátriai probléma, mert ez a vészes tudatbeszűkülés, hogy ennyire csak ezt tudja mondani, és egyre jobban behergeli magát, egyre nagyobb az általa képzelt veszély, és egyre inkább csak az ő útja járható, azért ezeket a jelzéseket nem érdektelen hallani. Tehát ez az egyik út, hogy tényleg azt hiszi, tényleg ennyire nem lát semmit az országból. A másik meg, hogy
látják, de nem tartják annyira fontosnak. Vagy úgy gondolják, hogy hát erre valók a Palkovicsok, vagy a ilyen csereszabatos egyéb ilyen emberek, hogy érdemes-e megtanulni ilyen rövid időre a nevüket, szóval akiket kiküldenek ilyenkor, hogy hát te majd tárgyalsz a vasutasokkal, te meg a pedagógusokkal, te meg majd a gazdákkal, majd mindenre van egy-egy ilyen Palkovics, vagy nem tudom kicsoda. És akkor hát ezek ottan szerencsétlenek erőködnek, néha jó képességű emberek is föláldozzák több évtizedes szakmai emberi tekintélyüket azért, hogy ki vannak söpörve ilyen konfliktusoknak a megoldására, mert azért nézze meg, Orbán Viktor mikor vállalt az utóbbi 6 évben komoly konfliktust? Emlékszik olyanra, hogy odaállt volna egyszer a kvesztor károsultak elé, odaállt volna az 50 000 egykori dohánybolt működtető tulajdonos elé, odaállt volna a takarékpénztárak, 100 000-eket ellopták, odaállt volna a nyugdíj... Hát akkor meg mi a francnak miniszterelnök? Hát azért volt itten olyan súlyú problémák tömege az elmúlt 6 évben, ami 100 000-eket érintett. Mikor négy oda hozzájuk? Mikor fogsz velük beszélni? Mikor mondod el, hogy mit kezd a kormányod velük? Oda mirkődöd mindig az aknamezőre azokat, hogy hát fussál, fiam, aztán vagy fölrobban alattad, vagy nem, ha igen, akkor majd küldünk egy másikat. Hadd futkározzon ott az aknamező. Szóval ezt nem tartom korrekt dolognak. Ha valaki abban tetszeleg, hogy ilyen ünnepi alkalmakkor előadja haza bölcsét, aki történelmi 1000 éves magasságokból nézi, meg nemzetközileg, és ugye hallhattuk tőle ezt, hogy most már olyan 30 éves tapasztalatok birtokában, micsoda rutinos, tehát hogyha ennyire a haza bölcse, akkor kéne tudni súlyozni is, és akkor azt is kéne valahol ilyenkor érzékeltetni, hogy most ugyan nekem ez fontos, de tudom, hogy nektek más is fontos még, és de már ez sincs. Igen, mert közben folyamatosan azon gondolkodtam, hogy azt sem mondhatja senki, és tudom, hogy ön sem gondolt erre, hogy maga a migráció és az európai közösség előtt álló probléma, ami a migráció kérdésével alakult, és ki fog még alakulni, az egy nagyon valós probléma. És hogyha arról egy ilyen nemzeti ünnepen egy sokakat, vagy sokak figyelmét összpontosító eseményen egy miniszterelnök foglalkozik, az teljesen rendjén van. Mert hogy ez egy olyan problémakör, ami tényleg valós és megoldandó probléma. Csak, ahogy ön is mondta, nem felettetheti azt, hogy egyébként vannak még más megoldandó problémáink is, tehát, hogy nem egy ilyen össznépi háborúra kell most készülnünk, nem? Akkor ennek a nagyon jogos felvetésére két oldalra ugranék neki. Az egyik az, hogy ha már te berakod magad a folytonosságba, a forradalmak folytonosságába, akkor legalább egy percre gondoltál volna, hogy mi a francia tört ki ez a 48-as forradalom, meg az az 56, és akkor kiderülni, hogy ezek mögött súlyos társadalmi elégedetlenségek voltak. Mind a két alkalommal, a többi alkalommal is, amikor valamiért a magyar nép elvesztette a türelmét. Annak általában nem külpolitikai okai voltak. 56-ban sem külpolitikai okokból mentek az emberek. Akkor is épp egy 6 éves periódusból volt elege az embereknek, úgyhogy majd még őszre azért fiúk számoljátok az éveket, hogy nektek is kijön a 6 év. Szóval ez most durva volt, de nem, majd kimagyarázom. Aztán a másik megközelítési mód viszont az, hogy mindenki érzi, mindenki tudja, hogy ez a migrációs probléma óriási gond. Azt is tudjuk, hogy nem oldotta meg Európa, azt is tudjuk, hogy minden esély megvan arra is, hogy még a tavalyi keserves tapasztalatoknál is sokkal keservesebb élményekkel kelljen szembenéznünk. De szerintem aki akarta, azt is megtanulta, hogy ezt egy ország önmagában megoldani, hepciáskodásra, öntudattal, forradalmi tradícióval semmiképpen nem fogja. Abban igaza van Orbán Viktornak, és ezt ilyenkor is el kell ismerni, hogy nincs olyan kiforrott európai megoldás, amire egyértelműen igent lehetne mondani. De az, hogy ő az európai megoldással szemben, tehát ugye most már ezt nem első alkalommal tette meg, hogy van Brüsszel, amelyiket mondom egyben mosva ezekkel az elnyomó tradíciókkal, és van a magyar megoldás, és főleg van ő, hát azért ez nem kompatibilis a kettővel. Tehát azt akarnám erre mondani, hogy kétségtelen, hogy minden esély megvan arra, hogy ebből a migrációs problémából iszonyú nehezen kerül ki Európa. Kétségtelen, hogy ez a döntési struktúra, ami kialakult évtizedek alatt az Unióban, ez nem alkalmas ennek a problémának a megoldására. De ha Európa nem együtt keresi,
és nem az együttműködésben érdekeltek, az a lehető legrosszabb megoldás, és én azt hiszem nem állok egyedül azzal, és úgy látom, hogy a nemzetközi megítélés is az, hogy amit eddig Orbán Viktor felmutatott tavaly január óta az eltett mondjuk 15 hónap során, az a legkevésbé sem az együttműködő Európát és a közös megoldás kereső Európát szolgálja, hanem ennek az orbáni megoldásoknak eddig mindenki a belpolitikai funkcióját látta, hogy fölhasználja ezt a lehetetlenül nagy problémát arra. De akkor mondok még magának mást is. Szóval azért hazug, azért csalárd ez az egész, mert én egyben néztem ma 6 különböző magyar televíziót. És egyfelől láttam a miniszterelnöki beszédeket, hogy óvni az idegen kultúrától, másfelől 5-ször láttam Liu Shaolin Sándort megünnepelni. Az M1-től az M4-ig, az Önök TV-től a Hír TV-ig mindenütt joggal, és megjelent ez a véletlenül kínai eredetű család a aranyezüst bronzérmeivel, amitől joggal hatódott meg mindenki, és mondta, hogy fantasztikus, hogy micsoda áttörés a magyar sporttörténelem, mert tehát el kéne dönteni, hogy hogy viszonyulsz a külvilághoz. Hogyha te abban csak fenyegetésre, veszélyérzetre okot adó embereket látsz, és le akarod zárni a kultúrádat, hogy ide nem jön senki, akkor nekem ne ünnepeld meg ma 8-szor Liu Shaolin Sándort, meg a többieket, mint a magyar sporttörténelemben áttörést okozókat. Tehát biztos én vagyok csak ilyen idióta, hogy engem nagyon zavar ez a képmutatás, hogy percenként vártok, és egyszer rettegni kell az idegentől, de ha ide jön, akkor büszkék vagyunk rá. Emlékszik maga arra, hogy mondjuk egy 10-12 évvel ezelőtt megválasztották Bojana Radulovicsot az év legjobb női kézilabdázójának a világon, meg Carlos Perezt. Volt egy apró probléma, mind a kettő magyar játékos volt, az egyik a Dunajvárosban, a másik Veszprémben kézilabdázott, de hát ugye a nevük alapján is lehet látni, hogy nem feltétlen vereckei eredet történettel rendelkeztek. Nagyon büszkék voltunk rá joggal. Szóval azt akarom ebből kihozni, hogy az nem megy, hogy egyfelől nagyon vagány és büszke vagyok, hogyha valaki, aki közénk telepedett, és itt valamilyen különleges teljesítményt fölmutat, akkor egekben mutatjuk, mint a magyar zsenialitás és géniusz ünneplése méltó, ilyen körben mutatható, világszerte megbecsülhető tárgyát. Egyébként meg kikérjük magunknak, hogy bárki ide jöjjön, és megzavarja a mi vérvonalunkat. Szóval ez olyan szánalmas, ezt tudja. Már csak egy idézet, hogy amikor arról beszéltem, hogy ma tilos kimondani, hogy nem menekültek érkezünk, hanem népvándorlás fenyegeti Európát, terrort hoz a kontinens, tilos kimondani, hogy ez nem véletlen, hanem kitervelt, irányított akció, ránk irányított embertömeg sorolta a kormányfő. Brüsszelben ma azon mesterkednek, hogy minél gyorsabban ide szállítsák és betelepítsék közénk az idegeneket, és akkor ez egy lezáró gondolat volt idézetként, és akkor nézzük a délutáni. De hol tilos ezt kimondani? Hát más sem mond. Mi most kimondtuk. A tostát fürdőtől Brüsszelig nézze meg a külföldi interjúit, amit adott, hát külföldön is ezt mondja, itt is, más sem mond. Mi az, hogy tilos kimondani? Hát egy más se hallunk tőled. Egy gondolat a délutánról, mert... Igen, a délutánról csak egy úr. Igen, hosszan elemeztük. Pedig a sokkal fontosabb volt. Sokkal fontosabb. Ez egy fordulat értékű, összeérett. Ugye más sem hallottunk itt, és mennyit siránkoztunk, hogy mindent elvisel a nép. Hát kiderül, hogy nem. Hát kiderül, hogy mégiscsak összeérnek a különböző elégedetlenségek, és kiderül, hogy kihordják akár pártok nélkül is azt a fajta politikai kultúrát, azt a fajta civil bátorságot, azt a nem félünket. És még egy, hogy az a program, amit ott meghirdettek, ez még tám belefér, hogy egyrészt van tárgyalási alap, mert ott van a saját 12 pont, másrészt meg van konkrét politikai terv, hogy igenis erőt mutatunk, mert ti csak erőből értetek, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy fölevelenítik a 89-es tradíciót, hogy úgy akarunk tárgyalni, hogy a nyilvánosság előtt.
nem fogunk leülni úgy, ahogy eddig leültünk, mert átvágtak minket, és akkor utána mással egy-két hétig, hogy állítólag ti ott mit ígértetek, de mi nem tartottuk be, meg hogy mi volt a nagyapám, meg a dédapám, tessék nyilvánosan tárgyalni. Ez szerintem az újkori magyar politikai tradíciók legfontosabbikának a fölélesztés, és nagyon kívánom, hogy ezekben az újonnan előkerült emberekben legyen elég energia, kitartás, és legyen mögöttük meg az a bázis, ami ma megmutatkozott, mert szerintem akinek volt szeme, volt füle, az láthatta, hogy a magyar többségi társadalomnak a földgyűlemlet indulataival hol és ki mögött van a többsége. Gyorsan és bőszen jegyzeteltem, mert hogy már is itt lesz a mai rendezvény, három szónok a Pukli István, Törlei Katalin és Békés Gáspár Diák Olimpikon, úgyhogy meg is fogom tőlük kérdezni. Köszönöm, hogy itt volt.